Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Stratégiai partnerként működik együtt a Veszprémi Főegyházmegye és a Veszprém Balaton 2023 ZRT a jövő évi Európa Kulturális Fővárosa program minél sikeresebb megvalósítása érdekében. Erről írt alá megállapodást dr. Udvardi György, a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora, Markovics Aliz vezérigazgató és dr. Navracsics Tibor kormánybiztos. A Veszprém Balaton 2023 ZRT és a Veszprémi Főegyházmegye közös meggyőződése, hogy együtt hatékonyabban tudnak hozzájárulni az Európa Kulturális Fővárosa programjainak sikereihez, hangsúlyozta Markovics Aliz vezérigazgató. Ezért született meg a megállapodás, melyet a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központban írtak alá. Az együttműködés a régió kulturális hagyományainak megőrzése és megújítása érdekében támaszkodik arra az 1000 éves hagyományra, amelyet az ország egyik legrégibb egyházmegyéje képvisel. A természetes kapcsolódási pontunkat formalizáltuk most, de mégis fontos éppen az előttünk álló nagy esemény kapcsán, hogy olyan erőpontok, olyan támpontok legyenek az életünkben, amelyek az együttműködésnek az alapját jelentik. A Főegyházmegye örömmel vette a hírt Európa Kulturális Fővárosi cím elnyerése kapcsán, és rögtön azon munkálkodtunk, hogyan tudunk ebben hatékonyan részt venni, saját kulturális javainkkal, ezekkel a gyönyörű terekkel, a vár együttes egészével. Ennek érdekében terveztük meg a felújítást, és hathatós kormányzati támogatással van esélyünk, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Annak érdekében, hogy az ideérkezők a mi kulturális tereinket, javainkat, a Székesegyháznak a liturgikus terét, vagy a Szent György kápolnának a megújított terét, azt alkalmas módon tudjuk bemutatni, és tudjuk átadni azok számára, akik ideérkeznek. Ugyanígy szeretnénk tenni a gyűjteményi központunkkal, hiszen egyházi gyűjtemények között nagy jelentőséggel bír, eddig lehetőségek hiányában nem volt mód alkalmas bemutatásra. Navracsics Tibor, a program megvalósításáért felelős kormánybiztos, az érsekség és a város történelmi együttműködésének fontosságára utalt beszédében. Kiemelte, hogy az érsekség a térség életében is fontos szerepet tölt be. Az aláírással a már meglévő együttműködést emelték magasabb rangra, mondta. Számunkra a kultúra a közösségek életéről szól, és ebben a térségben, ahol a magyarországi kereszténység történetében is az első püspökség, az első püspöki székhely jött létre, ugye itt Veszprémben, illetve az egyik legrégebb óta folytonosan létező székesegyház, a Szent Mihály székesegyház, ebből adódóan a kereszténység mindig is meghatározó volt, napjainkban is meghatározó, úgy, mint kultúra, illetve másoknak, mint világszemlélet, mint hit. Szeretnénk mindezeket a lehetőségeket hasznosítani a programsorozatok összeállítása során, illetve minél több embert megszólítani, legyen szó hívőről, nem hívőről, akik érdeklődnek a keresztény kultúra iránt. Már sokan vannak, akik vizionálják 2023-at, nagy hangsúllyal a vallási turizmus megerősödésére is. Dr. Udvardi György érsek úr ekként fejezte ki gondolatait, melyek mintegy útravalót is érzékeltetnek. Én azt szeretném látni, hogy boldog, nyugodt, rendezett módon érkező emberek tudnak jönni a városunkba, sétálnak föl a várba, nézik meg a múzeumi kiállítást gyerekeikkel együtt, megisznak egy jó kávét, miközben a gyerekek a játszótéren, amit most készítünk, tudnak játszani, és úgy tudnak hazamenni, hogy emberségükről, hivatásukról, jövőjükről nyugodtabban és bátrabban tudnak gondolkozni. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023-ról szóló híradásokat támogatta a tapolcai székhellyel működő Eszelbau Kft.